Szia, szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép keddi délutánon. Itt lök az autóval, képzeld el, ahogy látod, tartok nem más, mint az iskola felé. Ugyanis remények és felveszem, hogy az iskolában nemrég értem az a munkába lép, hogy csak megzanyoztam, de én nem ebédeltem. Na várja, meg kell nézni, jön autó. Nem jön autó, ami itt, látod? Itt sétáltunk tegnap a Davis-szel ezen a részen, itt hátul a boltok mögött. Lerövidítettem az utat, ugyanis kicsikét késésben vagyok. Nem sokára ki fognak csöngetni, képzeld el. Kicsit később indultam el. Azért oda fogok érni, legalábbis nagyon remélem, hogy oda fogok érni az iskolába. Felveszem Lukaszt, hazajövünk, és megevédelünk, úgyis kezdek éhes lenni. Na várjál, megfordulok megint. Amúgy az idő, látod, ilyen napsütéses felhős, egy fúj a szél, nagyon fúj a szél, amúgy a 26-27 fok van. Nincs azon nagyon izzadós idő, várj, itt elfordulunk megint balra. Csak meg kell állni, mert piros a lámpa, látod, bár mindjárt zöldet kapunk. Oda nézz, látod, mondtam, mindjárt zöldet kapunk. Jó idő van, de nincs azon nagyon füllet, meleg idő, mint az elmúlt pár napban. De utána, hogy lehet, hogy megint képzeld el, el fogunk menni sétálni a Davis-szel. És képzeld el, hazaértem, az volt az első, hogy odarohant az ajtóhoz, húzogatta, meg húzta a kezemet, hogy menjünk. Akart menni, megint sétálni, hát nagyon tetszett neki. A Davis rettentően szeret sétálni. A Lucas annak idején, nem annak idején, most is nem szeret, egyáltalán nem szeretett sétálni, se biciklizni. A Davis az pont az ellenkezője, az nagyon szeret menni, rohanni, sétálni a parkban, mindenhol, kivéve a homokozóba, oda nem lehet bevinni, úgy, mint le ugye a tengerpartra se. A Lucas, ő pedig nem tudom, ő meg abban volt más, végül a homokozóba szeretett menni, mindig építeni. Na mindegy, minden gyerek más, ugye? Várjál, megint fordulok, nem sokára ide érek az iskolához, mutatom neked, látod? Ott elfordulunk mindjárt itt balra, aztán itt van az iskola. Egy kicsikét késésben vagyok, de oda fogok érni. Legalábbis nagyon remélem, ha csak ezt a sok autót, mind meg kell várni, várja. Megérkeztem, amúgy itt az úszoda, az iskolák az úszó a medencé, látod, ott bent fa. Én nem látom, de mutatom nektek a kamerával, remélem valamire lehetett látni. De amúgy ma úszás volt, ment a Lucas is, egy kicsikét még köhögött, tegnap este képzelően köhögött, remélem, hogy nem fog jobban megfázni, vagy egyáltalán nem fog megfázni. Majd mindjárt megkérem tőle, hogy mennyire volt ma hideg. Ugyanis, ahogy mondtam, lehűlt egy kicsit a levegő, mondjuk a vasárnaphoz képest. Akkor elmentünk ugye kajakozni, nagyon ilyen kellemes, meleg, füllett idő volt. Most már olyan, hát nem tudom, egy kicsikét nincs az a nagyon jó idő. Hazaérkeztünk. Na, milyen helyzet, Lukasz? Semmi. Milyen volt az úszás? Hideg volt, vagy nem volt hideg? Nagyon hideg. Nagyon hideg volt. Megjött a lift, gyere. Kezdesz éhes lenni? Ja. Én is kezdek éhes lenni. Nem tudom, hogy miért. Ma valamit nem fog. Lehet, hogy az idő miatt. Na, remélem, hogy kész az ebéd. Mit csinálsz? Ez nem jégkorcsa, illetve nézd, csúszka. Na gyere! Megebédeltünk, közben nézem itt a kommenteket a mai videóhoz. Ugye kérdeztem tőletek a mai videóban, nektek most már tegnap, hogy legyen vagy ne legyen új film. Ugye lehet, hogy sokan megnéztétek csak a címet, hogy legyen vagy ne legyen, és láttátok, hogy Ausztrália Vakáció 2, ugye, hogy legyen-e második része a filmnek. Szerintem nem nézte, sok ember nem nézte meg végig a tegnapi videót, hogy nem második rész lesz, hanem egy teljesen új film. És hogyha nem nézted meg a videót, nem tudod, hogy milyen fajta film. Ugyanis épp vagy csak megosztottam a videót, hirtelen sokat ugye kommentet kaptam hozzá, hogy legyen. Szerintem annyira nem lehetett megnézni, na minden. De lehet, hogy lesz, ugyanis mutatom. Eddig, látod, hol van? Mindjárt ráfokuszál. 628-an néztétek meg, 78 kommentet kaptam, 81 szeretés, ugye mondtam, hogy ha szeretét, hogy legyen, akkor nyomj egy szeretés gombot, hogy, és nem kaptam még, látod, dislike-ot, nem szeretés még nem kaptam. Majd biztos fogok, csak mutatom, hogy 78 ember mondta, látod, mutatom neked, egy perccel, legyen, igen, legyen, kommandozzatok benne, és legyen benne egy cigánykerék, legyen. Eddig mindenki azt mondta, hogy legyen, bár még kora van ugye nálatok, úgyhogy... Szerbusz, Nisi! Hova megyünk? Hova húzol? Oda? Tévé elé? Opá! Na várj, kiszállok a székemből! Úgyhogy... ugye most is gondolkoztam a filmen, hogy legyen, meg mi legyen. Úgyhogy eddig úgy néz ki, hogy lehet, hogy ugye majd nekiállok, vagy nekiállunk. Valaki kérdezte, hogy ki lesz benne, az egész családban lesz. Az egész család benne lesz valószínű valamennyire. A szüleim lehet, hogy ugye megint nem, vagy az öcsém, ugyanis ők nagyon nem szeretnek benne szerepelni, ugye a feleségem sem nagyon. Akit rá tudok venni, az bent lesz. És ahogy mondtam, érdekes lesz. Tehát lesznek bennem
autós üldözés, rendőrök, mindenféle fajta jó dolog. Vlogos stílusú lesz, meg mégsem. Vlogos is lesz, ma meglátjátok. Tehát érdekes lesz. Tehát nem igaz történeten, vagy igaz történeten alapló, nem igaz történet, vagy nem tudom, hogy mondjam. Ma meglátjátok. De valószínűleg ugye, hogy lesz, még mindig gondolkodok rajta, hogy legyen, tehát hogyha teljesen megvan a fejemben, akkor valószínű, hogy megosztom veletek, és csinálok nyereményjátékot, ahogy mondtam, valószínű, hogy nyereményjáték szombaton lesz, és majd meglátjátok, hogy miért, ugyanis majd küldhettek nekem dolgokat, ilyen kihívásos dolgokat, hogy hogyan, majd elárulom, ja, mondtam, hogy majd videón keresztül, vagy kommentben is, majd szombati videóban ezt meg fogom veletek osztani, ugyanis most már kaptam 2 vagy 3 kommentet, meg üzenetet, hogy mit csináljunk, milyen kihívást. Ugye még nem? Majd a szombati videóban megosztom, és majd oda írhattok, meg küldhettek nekem videót. Na mire? Úgyhogy várjál, el kell húzni a Davis-t. Nem bántjuk a számítógépet, te. Látod, mindig próbálja tapogatni. De hátra kell mindig tolni, mert mindig növeget, és mindig jobban is jobban eléri. Na, mindegy. Úgyhogy, most nem más csinálunk, mint nem tudom is csinálni. Iszak egyet, aztán lehet, hogy elmegyünk majd sétálni. Mármint csak én meg a Davis a Lucas meg neki fog állni tanulni a feleségemmel. Úgyhogy mi addig elmegyünk és nem üvöltözünk itthon. Na várjál. Szóval a telefonom! Úgyhogy iszak egyet, felvesszük a telefont, megszakadt a hívás, aztán majd meglátjuk. Kijöttünk egyet sétálni. Te, elfelejtettem elhozni a szemüvegemet. Alig látok, lesüt a szememben a nap. Itt a Davis. Oda néz. Na, megyünk sétálni. Átmegyünk a boltba? Na, bejöttünk ide a bevásárlóba, oda néz. Közben zárnak be a boltok mindenhol, mi meg csak sétálunk. Mi? Merre megyünk? Davis? Nem figyel. Megyünk egy kört valószínű. Aztán indulunk hazafelé. Mit szólsz hozzá? Látod? Üres a bevásárló. Alig van egy-két ember itt-ott. Mindenki jön ki, zárnak be. Ez itt egy nagy pálma. Merre menjünk? Hoppá! Vigyázzál! Egyenesen, vagy balra? Arra? Na gyere! Na megálltunk ennél a táblánál, megnézzük, hogy ez micsoda. Mi nyuszi? A Davis azt hisz, hogy ez egy nagy iPad. Minden nagy ilyen táblát meg kell állni és meg kell tapogatni, mi? Mit csinálsz? Ezt tudod, hogy ezt hiába fogdossod? Ja, nem fog ez változni. Ja, ott mennek az emberek, ja, mennek hazafele. Gyere, mi is menjünk, jó? Jössz? Add ide a kezedet. Nyuszi, nem arra megyünk. Erre megyünk. Ja, arra. Gyere, megyünk. Megyünk hazafelé. Ugye, Davis, fel kellett venni, és a boltba elkezdett egy kicsikét rosszalkodni. Nem akart hazajönni, képzeld el, vissza akart menni, és játszani, rohangálni össze-vissza, úgyhogy fel kellett venni, azt el kellett hozni. Most elmenjünk haza, aztán... Mi van, elfáradtál? Oda néz. Mekkorát sétáltunk ma is, mi? Még mindig edzünk. A cél az a szüleim, ugye majd oda fogunk elsétálni, majd egyszer. Valamikor. Még annyira jók nem vagyunk ebben a sétálásba. Jó, most hazamegyünk, aztán megvacsorázunk, legalábbis a Davis. Nyuszi, mit szólsz hozzá? Hazaértem, kicsit elfáradtam, levettem a fölsőt, és raktam fel magamra egy fölsőt, mert kint fújt a szél, és ahogy most megy a nap, kezdett hidegebb lenni. Várjál, csak próbálom ide visszaakasztani. Mutatom, látod, itt a szekrény, itt van a sok ruhám. Na, menjél vissza. És húztam fel egy fölsőt, mert komolyan mondom, hideg volt. De hazafelé kizzadtam, és a Davis ugye fel kellett vennem, és cipeltem egészen a boltig hazafelé, Azért elég nehéz tud lenni. De a babakocsit nem akartuk elvinni, mert sétálni mentünk. Azt, hogy legközelebb csak erre a felére megyünk. Ugye itt is van egy ilyen, ahol tegnap mentünk. Ja, tegnap mentünk, ahol van az a bevásárló. Ott is van egy bevásárló, csak az olyan üres volt tegnap, mint a fene. Majd legközelebb megmutatom nektek. Na várjál! Az órámat meg át kell állítani. Mutatom neked, valaki elállította. Nem tudom, lehet látni a kamerám, vagy nem. 6 óra mennyi van? 1 perc van az órámon. Amúgy 5 óra 56 perc van. Davis elnyomta valószínű. Megy le a nap, mutatom neked. Látod? Olyan szép időnek néz ki, ami nincs ilyen túl-túl hideg végül is, csak a vasárnapi időhöz képest van egy kicsikét, olyan hűvösebb. De... Na minden! Úgyhogy most elmegyek, aztán én is iszok valamit, és nem tudom mit csinálunk. A lámpa, nem ott a lámpa. A Lucas valószínűleg már megtanult. Mindjárt megnézem őt is, hogy mit csinál.
Annyi lámpa van, oda néz, itt is van egy kapcsoló, itt is van egy kapcsoló, megmutatom neked. Itt is van egy kapcsoló, meg itt is van egy kapcsoló, sose tudom melyik kapcsoló, mire kapcsol, mit. De ez a kapcsoló, ez a kapcsoló. Ja, nézd, eltaláltam. Na, nézzük, mit csinálunk, ezt csinál, ezt a gyors részok, én is egyet. Davis, nem mit csinálsz? Te is itt áll egyet? Cipőd, de mi van? Nem veszük le? Mit? Mit mondasz? Most meg volna kocsizva megyünk valamerre? Gyere! Mi? Mit mond? Gyere! Na most látod magad, te is kiajtottam az LCD-t, látod? Hova? Menjünk megint, hova megyünk? No szervusz, na mi a helyzet? Miért nem jöttél velünk sétálni? Megtanultál? Ja. Mindent? Hm. És most ez mit csinálsz? Hm. Ez micsoda? Ez a Steam? Ti is ismeritek a Steam-et? Ez a program, ahol vannak játékok, lehet őket tölteni, és lehet játszani. Ugye? Uh-huh. Ugyanis én sose játszottam ezen. De a Lucas mindig mondja nekem, hogy lehet sok játékot le lehet rá tölteni, sok érdekes játékot. Jaj, nézd, itt a nagy takaró a földön, ugyanis a Lucasnek kettő takarója van, amivel éjszaka alszik, van egy ilyen takarója, amivel nem akar aludni, meg van egy ilyen takarója, ami nem is takaró, csak egy lepedő, ugye mivel meleg van este, és ezzel betakarózik, ezzel meg én takarom be, mielőtt megyek aludni. Úgyhogy két takarója van neki. Na mindegy. Aztán kapcsoltam a villanyt. Vasárnap óta akartam nektek valamit mutatni, meg kérdezni majd. Úgyis képzeld el, találtam egy újfajta, várjál, arrébb állok, mert a felségem. Újfajta jégkrémet, nem mutatom milyen jégkrémet. És azt hiszem, hogy most szeretem ezt a jégkrémet. Mondtam, hogy én a jégkrémből, meg a fagyiból, csak az epreset szeretem. És az egyik kedvenc jégkrémem eddig valami volt a Cornetto. Próbálok nem hangos fölve. A Cornetto. Én mondtam, hogy én szeretem ilyen epres, de mégis van benne vanília, meg csoki. Úgy szeretem a vaníliát, hogy össze van keverve valamivel, legalább csokival. De legalább van benne eper, az epret nagyon szeretem. Vagy a málnát, na minden. Mutatom, milyen jégkrémet találtam. Ilyet. Látod? Ez amúgy Magnum jégkrém, epres a belseje, és dupla csoki van benne. Már mutatom a dobozát, hát ha ebből nem, vagy nem lehet látni. Itt a doboz. Csak egy kicsit ki van bontva. Ilyen, látod? Van nálatok is ilyen jégkrém, vagy nincs ilyen jégkrém? Melyiket szereted te jobban? A Cornettot, vagy a Magnumot? Én nem tudom most eldönteni. Ez az új kedvencem, de szeretem a Cornettot is, nem tudom, ezt valami oknál fogva most jobban szeretem, hogy is a belsejében látod az egész ilyen epres és nem tudom. Na mindegy, most ilyen fagyimánián van egészen olyan téleleig, őszig körülbelül, ugyanis most az a meleg időszak, ugye, hogy izzadunk, és ilyenkor szeretek sok jégkrémet enni így esténként, már nem túl sokat, hetente fel megeszek kettőt, maximum hármat. De csak akkor meg akartam nektek mutatni, ez ilyen újfajta, amit nálunk nem lehetett kapni. Nem tudom, hogy nálatok, biztos, hogy van Magnum. Nem tudom, hogy miért, de Magyarországon többféle fajta jégkrém van, én szerintem, mint itt mi nálunk Ausztráliában. Hogy ez miért van, nem tudom, aztán lehet, hogy rosszul tudom. Nálunk is van sok fajta, de szerintem Magyarországon több fajta van. De, na minden, ez az én új kedvencem. Mi a helyzet, Nyuszi? Mit mondasz? Megetted a sajtodat, az egészet? Mi? Mi megy a tévébe? Hát ez nem nagyon neked való szerintem, látod? Neked egy ilyen rajzos film való. Hoppá, na mindegy, ezt a jégkrémet meg akartam nektek mutatni, komolyan mondom vasárnap óta, aztán szombaton vagy nem, pénteken vagy szombaton láttam a boldog, múltkor beszéltem nektek erről a hókristályról, vagy valaki mondta, hogy hókásának hívják azt van meg. Tudjátok, miről beszélek, amit lehet kapni ugye a boltban, meg több, a McDonald'sban is lehet ilyet kapni, ugye ezt a hókristát, vagy hókását. És volt a boltban, képzeld el, ilyen üveg, végülis ilyen, nem is tudom milyen üveg. Ilyen műanyag üveg, és itthon lehet csinálni. Az a lényeg, hogy itthon hazahozod, és meg tudod csinálni, újra fel tudod tölteni. Meg akartam nektek mutatni, hogy valaki ismeri el ezt a dolgot, vagy nem. Tehát hazahozod, és újra töltöd, hogy mi kell benne, nem tudom, valami por volt én aztán benne, kell hozzá rakni vizet, be kell rakni a hűtőbe, nem a hűtőbe, a folyasztóba, ugye, és valami ki fog belőle jönni, csak gondoltam, mielőtt megveszem, hát ha van valakinek, és kipróbáltátok, és lehet, hogy nem is jó az egész, tehát nem tudom, ha gondoljátok, és már használtatok ilyet, vagy megpróbáltátok, akkor ide videólá megírhatjátok, és ha nem, akkor lehet, hogy jövő héten, vagy valamikor, hogyha megint láttam, elfelejtettem, hogy melyik boltban volt, de valamiben tudom, hogy láttam, és elfelejtettem megmutatni. Ott volt velem a Davis, mondtam, hogy ezt meg akarom mutatni, és vagy más kezdtünk el nézni, és elfelejtettem. Na ide. Ha más nem, akkor kipróbálom. Aztán, hogyha nem jó, akkor meg nem tudom, Maxel ajándékozom, mondom az öcsémnek karácsonyra, te!
De nem jó, mert most már nézi a videómat, akkor meg tudtam, mit kap karácsonynak. Na minden! Elment a délután, nem más vagyok, mint a fürdőszobába, ugyanis a Davis épp most fürdött meg. A fürdőkádban pedig most nem más van, mint a Lucas. Ugye? Na mi helyzet? Nem mostad a hajadat? Nem mutatok semmit, te! Megmostad a hajadat? Ja! Megmostad, rendben van. Úgyhogy ezt a mai videót itt most mi lassan befejezzük. Nézd, ott vagyok a tükörben, látod? Amit voltam nektek mondani, várjál, hogy jobb legyen a fény. Ugye mondtátok, hogy megnéztem a kommenteket, hogy ki mit mondott, hogy legyen film, vagy ne legyen film. Eddig mindenki azt mondta, hogy legyen film, eddig 2 darab dislike-ot, nem szeretést kaptam a videóra, más mindenki azt mondta, hogy legyen film. Úgyhogy valószínűleg, hogy mondtam korábban, hogy neki fogok állni, de ami ugye azt jelenti, hogy visszatérünk a minden más napos videókhoz, mégis nem lesz időm szerkeszteni a filmet, meg ugye a vlogos videókat is egyszerre, úgyhogy ha nem is mostantól, de valószínű, hogy jövő héttől, vagy csütörtöktől ugye visszatérünk a minden másnapos videókhoz. Úgyhogy mi most megfürdünk, legalábbis a Lucas megfürdik. Még ezt? Én már szanyoztam. Én belobok te. Majd én belobok én téged ette. Úgyhogy elmegyünk megvacsorázni. Mit kezd a során? A szokásosat? Szóval csinálni a... Nem tudom azt most csinálni. A szokásosat eszünk, a Davis elment most iszik, aztán elmegyünk. Úgyhogy nem szabad a hangoskodni. Várjál, tudom, mit akartál mondani. Mi? Nem szabad hangoskodni, én is megy aludni. Úgyhogy ezt a videót itt most befejezem. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét! Szeretnék kívánni attól, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!